többen is felügyelték, hogy a kampók a megfelelő helyre kerüljenek. Nem kis odafigyelést igényelt, hogy a helyére tegyék a Xanthus János állatkert új konténerházát, amely a mentőközpont egyik fontos épülete lesz a jövőben. A konténernek az átalakítását állattartó helyekké, azt a Szívügyünk az állatvédelem pályázatból elnyert összegből fogjuk megvalósítani. Innen is nagyon köszönjük a bizalmat. Ez egy nagyon fontos cél, nagyon sok állat kerül be hozzánk évente, éves szinten, és a legeslegnagyobb probléma azoknak az állatoknak az elhelyezése, amit már nem lehet visszaengedni a szabad természetbe. Ez óriási sakkozással jár mindig itt az állatkerten belül, hogy hova tudjuk őket végleges, megfelelő tartóhelyre elhelyezni. Ez most nagyon nagy előrelépés lesz nekünk. Nagyon sok helyet tudunk ebből kialakítani a mentett állatok részére. A konténer mellett ez a régi épület is arra szolgál majd, hogy röpdék és tartóhelyek legyenek kialakítva bennük. A legaktívabb időszak mentési szempontból májustól augusztusig tart. Míg korábban például ezeket a sünöket is külön tartották, vagy ezt a kis mókust, most végre lesz egy hely, ahol minden állat menedékre lelhet. Mi itt az állatkertben több mint 500 állat mentését végezzük éves szinten. Ezt úgy kell elképzelni, hogy részben olyan hazai védett fajokat fogadunk be, kezelünk és nevelünk föl, mint például madarak, illetve általában főleg kistestű emlősök, sünök, mókusok, néha esetleg hód vagy vidra, és emellett másfajta természetvédelmi mentőmunkát is végzünk, ami azt jelenti, hogy befogadunk olyan fajokat, amelyeknek a tartásához engedély szükséges, és a hatóság által kobzásra kerülnek, ez vagy a határnál, vagy pedig itt egy tartótól, és ezek az állatok is bekerülnek ide, illetve emellett olyan állatok, amiket otthon meguntak, egzotikus állatokra gondolok itt, például kígyókra, gyíkokra, illetve emellett invazív fajokra, amiket különben, hogyha kiengednének a természetbe, akkor az károsítaná az élővilágot. A csarnok több állata is mentésből került az állatkertbe, ezekkel egészen közelről is ismerkedhetnek a látogatók nap mint nap. Az állatparkban tehát nem csak az itt élő állatokat látják el, hanem a mentett kedvencekkel is foglalkoznak, amihez sok forrásra van szükségük. Büdzsénk az nagyon ki van centízve, úgyhogy nagyon szeretnénk kérni idén az 1%-okat ajánlják fel az állatkert részére, és abból a forrásból is tudnánk erre fordítani. A Xanthus János állatkert tehát folyamatosan megújul és bővíti funkcióit. Az állatpark életét bővebben is bemutató műsorunk a Kifutón túl soron következő premierjét március 5-én kedden 20:25-kor láthatják a Győr Pluszon.